Jó reggelt! Nincs itt senki, de a zene már szól. Szia, Keri! Megint fotózok. Jó reggelt! Hatalmas mákunk volt ezzel a tegnapi strandolással, ugyanis ma reggel hatalmas szélre keltem fel, mert ahhoz képest hatalmasra. Nem tudtam eldönteni, hogy mit vegyek fel, aztán úgy döntöttem, hogy mégiscsak rövid nadrágot veszek fel, mert a múltkor is, amikor jött egy kisebb hideg, egyáltalán nem fáztam, max ha fázok, akkor majd átöltözöm. Most pedig kezdem a szokásos reggeli menőkét, elmegyek kávézni, aztán reggelizni. Ma először is úgy terveztem, hogy befejezem a pakolást és a szortírozást, hogy végre el tudjuk vinni a szemetet, meg a ruhát, meg mindent. Aztán szeretnék foglalkozni egy kicsit a blogom körülforgó dolgokkal, mert van egy kérdőív, amit már nagyon régóta szeretném kibocsájtani, illetve a smink tanácsadást szeretném megkérdezni, ugyanis nem sokára azt is fog tartani, és szeptembertől indul, úgyhogy már azzal is el kell kezdenem foglalkozni. Jó, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, kocsi úr! Fokrémmel nagyon tud borotválkozni. Hát szia, Dávid, hiszem. Mi majd a kérdésanyám. Gyere, egy kicsit. Szóval, nem, tényleg igaz, hogy fokrémmel borotválkoztál ma? Nem vagyok. Az a lényeg, hogy megvan. De nagyon jó lett. A feladat teljesítve. Így van. Jó reggelt kívánok! Ébredni kéne már! Nem várunk holnapig. Baba. Én már megreggeliztem. Dalma pedig. Újjávarázsoltam magam, most pedig nekifutok a nap második felének, újult erővel. A fésülködés még várat magára. A hajam közben minden gyorsan megszáradt, kapott egy kis fésülést, és közben Keri kitalált, hogy menjünk el Tiszapartra, úgyhogy most lebiciklizünk a Tiszára, és viszem a kamerát, mert legalább tudok nektek valami érdekességet mutatni ebből a gyönyörű faluból, mert itt aztán van. Először is tudni kell Veresmartról, hogy kettő darab vízpartja is van. Az egyik a tópart, a másik pedig a tiszapart, illetve van egy tiszaholtágunk is, tehát egy morotvánk is van. Mint mindig, most is elcsórom a János bicikliét. És fingom sincs, hogy hogy fogom kamerámat majd vinni, de kitalálom. János! Tudtad, hogy van egy 8-as a biciklidben? Miért? Hát mert van! Minek semmi baj, amúgy nem üt meg ilyenek. Hát cangád részeg?
szemed rá, azt mondta. Ez a szépséges táj, itt szintén Veresmart, az ott a gátőrház. És ez itt a morotva, csak az utóbbi időben ki van száradva. Amúgy itt víz szokott lenni. Én is úgy lihegek, mint aki nem sportol rendszeresen, mert így is van mostanában. Úgyhogy ebbe vissza kell térni, vagy erre vissza kell térni. Egyébként itt lemegyünk, és még jó sokáig van a Tisza, de azért van jó sokáig a Tisza, mert ki van számolva, hogy hol van az ártér, mert amikor árad a Tisza, akkor idáig feljön a víz, és minden vízben van innentől mögöttem. Keri beszél, de nem hallunk. Nem tudja, hogy nem megyek mögötte. Ez az útszakat már élet és veszély, mert egyébként arra van földje keresztapálmok, a színégetőnek hívják, és most nem tudok rendesen beszélni, mert ilyen úton megyek, baszki, biciklivel. Hát ezt a távot se teszem meg túl sokszor biciklivel, de van olyan időszak, amikor még autóval se tudja az ember. Itt olyan szép elakadások vannak, látjátok. Hoppá. Itt meg van egy kis patak, ráadásul a János biciklije tényleg van benne egy 8-as, mert ez egy szar. Megyek! Na most képzeljétek el azt a vízmennyiséget, ami itt ki tud jönni, hogyha megárad a Tisza. Ez a magasság, amin én most jelenleg biciklizek, ez mind vízben van. Nagyon durva. 90-valahányban volt egy hatalmas nagy árvíz, és olyan víz helyzet volt, hogy a katonákat lerendelték hozzánk, mert nagyon nagy hó volt, és csak tankokkal tudtak járni az úton. És kajaktankok jártak a faluban. Aztán az a katonák segítettek a hóelolvadása után az árvíz helyzetben is, amikor egyébként átszakadt a gát egy kicsit ott feljebb, és volt, akinek elvitte a házát. Aztán a katonák, hogy meghálálják azt, hogy az iskola elszállásolta őket, meghívtak minket az ő szállásukra, Tapolcára, Balaton-Tapolcára, és egy hétig ott nyaralhattunk, olyan jó volt. Akkor még csak 11 voltam. Ez alatt a tábor alatt láttam életemben először férfi gatyában. És ez nekem annyira megmaradt, hogy én úgy mentem be, hogy én nem akarok látni semmit. Én nem akarok látni semmit. Persze, hogy a srácok alig várták, hogy megmutassák a habtestüket, persze, mint katonák voltak, úgyhogy gondolhatjátok, hogy nem volt rossz, bár én nem értettem hozzá még akkoriban. Hát csak nem nekem mutogatták, hanem 8-os lányoknak. Ők meg előszeretettel nézték. Úgyhogy nézőközönség is akadt, meg aztán én is megnéztem egy kicsit. Ezt a táblát kézzel a gyengébbek kedvéért készítették, mert valaki itt nem 10 km per órás sebességgel hajt be, hanem 120 km per órás sebességgel, és még driftelni is szeret. Na csak milyen jó! Hú, na még ilyet se látunk Veresmarton túl gyakran! Persze, hogy nem fókuszál ez a szar. Ott ment egy hajó. Nem fókuszált ez a szar. Na, ez a Veresmarti Tiszapart. Emlékeim szerint ez a Tiszapart gyerekkoromban, kispuszuri koromban sokkal-sokkal jobb volt. És el is magyarázom majd, hogy mi történt vele. Jól nézzétek meg ezt a hullámzást, mert ilyen se szokott lenni. Szerintem én körülbelül 10 éve nem láttam hajót a Tiszán. Na, látjátok, hogy onnan errefelé folyik a Tisza, és itt, ahol most az ujjamat látjátok, volt egy kőgát. Ezt a kőgátat valamikor, mit tudom én, 5-6 éves korom táján odarakta valaki, és igazából azáltal lejjebb ment a strand, és ami a strandot létrehozza, teljesen elúszott ezzel együtt, úgyhogy már csak ennyi a strandunk, és itt sem menne szabad fürödni. Keri úgy csinál, mintha úszna. Nem tudok úszni. Vannak itt kagylók. És itt a pléd. We'll be right back.
Egy óra is megmondtuk a Tiszapartot. Ebből elég is. Megérte a biciklizést. Felfrissültünk legalább. Ennyi. Most értem meg a motorosokat, hogy miért, mikor jöttem a feladomról, olyan jó volt. Hát igen. A fágódás, csak hát ugye balesetveszélyes. Igen. Nem szoktak odafigyelni annyira. Jó, hát nem a kis motorokra gondoltam. Igen. Ez itt a pálinka főznénk. Mert ezt lehetett szivaj, be volt egy kis vajzért. Le kellett volna fotózni. Mit? Hát amikor beépítettük a villanyot. Megmondom Jánosnak, jöjjön el ide, itt több cefre van, mint otthon. Ide jártam általános iskolába. Ide jártam óvodába. Azon a pályán tanultam meg focizni. És ennek a művelődési háznak a helyén volt egy régi művelődési házi könyvtárral és egy bolttal. A boltba reggelente mindig vettem kakaós csigát, és a régi művelődési házba jártam mazsorettezni. Harmadikostól nyolcadikos koromig mazsoretteztem. Itt is gengszerkedtem pártól. És visszahoztam sértetlenül a János bicikliét, úgyhogy János nagyon-nagyon boldog lesz. Keri meg éppen elbújt. Gyerekkorunkban volt nyúlunk, és ebbe hozta keresztapa, és ebbe tartotta. Nyilván nem házi nyúlnak akarta, hanem megenni. De mi elintéztük a sorját, mert csináltunk kifutókat, mert ezeknek az oldalán is vannak ilyen ajtajai. És úgy gondoltuk, hogy ha csak a két ajtót így összerak, akkor valószínűleg felette nem fog kiugrani. Hát tévedtünk, úgyhogy meglécáltak a nyúlnak még mielőtt pörkölt lett volna belőlük. De ám a faszán kiszolgálsz, úgy látom. Ez a kocsma lány. Anna! Anna, de a kutyának azt a maradékot, babu. Melyik kutyának? Jaj, Istenem! Összeged! Jánya, nem ejtenek az aurához. Nem. Na persze, mi hülyeit vagyunk, tanul. Az biztos. Nem úgy jöjjek, hó! Néló, szereted a pálcolt patkányt? Nem. Szereted a pálcolt patkányt? Úgy látom, szereted a pálcolt patkányt. Sevastok, én Laci vagyok. Sevastok, én Dom vagyok. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és... És Instagramon is lájkoljátok. És Facebookon is fel. Igen. És Pinteresten és Twitteren mindenhol. Facebookon is. Facebookon is. Nincs Twitteren. Nincs. Akkor nem, ott nem szabad, nem kell. Fedezsétek el. Na, sevastok. Sevastok.